Tolnaváros önkormányzatának képviselőtestülete több, kiemelten fontos napirendi pontról is döntést hozott. Így újabb fontos fejlesztések kerülnek megvalósításra a városban. Ha már fejlesztés, akkor ugye egy közvilágítás korszerűsítés folyik a városban, ami hamarosan lezajlik, tehát a lámpatesteket hamarosan lecserélik az összeset. Részben azért, mert ezek korszerűtlen, nagyon nagy fogyasztású lámpatestek voltak, részben pedig azért, mert nagyon nagy volt a meghibásodás. Tehát úgy döntöttünk, hogy korszerűsítünk. A közvilágítás az egyik kiemelt terület, ahol az önkormányzat jelentős költségmegtakarítást érhet el. Talán nem is baj, hogy vártunk ennyi ideig, hiszen valószínű korszerűbb lámpatestek készültek azóta, és én magam is azt tapasztalom egyébként, és a visszajelzések is azok, hogy semmivel sem rosszabb, mint a korábbi volt, tehát a közterület megvilágítása az ugyanolyan jó, mint korábban volt, és nyilván nem mindegy, hogy mennyi áramszámlát fizet a város, úgyhogy arról szeretnék beszámolni, hogy ez hamarosan befejeződik. Ugyanakkor ezek a beruházások jelentősen hozzájárulnak a fenntartható fejlődés biztosításához. És azért tudjuk, hogy vannak a városban olyan területek, amik nem voltak eddig bekapcsolva a közvilágítási hálózatba. Most arról döntött a képviselőtestület, hogy a korábban megtervezett Szedresi utcának a végétől egészen a kerékpárút mentén közvilágítási lámpatesteket helyezünk el. Ezt megterveztettük, engedélyünk is van rá, és itt is egy beszerzési eljárást fogunk lefolytatni. Ezek a közvilágításra kifejlesztett lámpatestek legfőbb célja az energiamegtakarítás növelése, a fényszennyezés megakadályozása és a jobb látási viszonyok elérése.